A sértetként megnevezett diákok közül a legtöbben el tudtak jönni ma délután a Sziládi Gimnázium volt pedagógusának ítélet hirdetésére. Szinte kereken 3 évvel ezelőtt robbant a hír, miszerint a fiatalok és a szülők által is kiváló szakembernek tartott Olá Adrián egyik napról a másikra otthagyta korábbi munkahelyét. Később derült csak ki, hogy a férfinek 25 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének vádjával kell bíróság elé állnia. Meg annyi tárgyalási nap után ma végre meghozta ítéletét a kiskunhalasi járásbíróság. A bíró hosszasan magyarázta, milyen dolgokra derült fény a tanúk, a sértettek és a vádlott meghallgatása során. Ilyen volt például az, hogy a tanár az általa szervezett kirándulásokon együtt ivott az osztályába tartozó fiatalokkal. Sört, bort, illetőleg pálinkát fogyasztottak a diákok, amelyek közül szabad hozzáférése volt a sörhöz bárkinek, vagyis a vádlott megteremtette a sértettek számára azt a lehetőséget, hogy ők ellenőrzés nélkül tetszőleges mennyiségben szabadon fogyasszanak alkoholt. Mint az ítélet hirdetésen elhangzott, a szakértői vélemények szerint a diákok lelki fejlődésére kimondottan károsan hathatott, amikor a vádlott saját szexuális életéről és egyéb pornográf dolgokról beszélt diákjaival. Beszélt arról, hogy kit milyen pozitúrában tudna elképzelni szeretkezés közben, illetőleg a sértettek helyében milyen segédeszközt használna a szeretkezés során. Ezeket megerősítette a vádlott nyilatkozata is, aki egyébként ekkor is véleményt mondott arról, hogy melyik lány tetszene neki, illetőleg melyikkel szeretkezne szívesen. Ezt követően dr. Sallai Sándor ismertette az ítéletet. Olá Adrián Péter vádlott bűnös 25 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének büntetében a 2012 évi 100. törvény 208. szakasz megrekezdése szerint. Ezért a bíróság Olá Adrián Péter vádlottat halmazati büntetésként 1 év szabadságvesztés büntetésre ítéli azzal, hogy a bíróság a szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozatát börtönben határozza meg. A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontja a büntetés 2/3 részének, de legkevesebb 3 hónapnak a kitöltését követő nap. A bíróság a szabadságvesztés büntetés végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggeszti. Az ítélet ismeretében a vádlott 3 évnyi hallgatás után egy rövid interjú erejéig kifejtette véleményét. Ha ma Magyarországon az bűncselekmény, hogy az ember korlátok között tartja az alkoholfogyasztást, felügyelet mellett teszi, kompromisszumot köt, citromos sört ad a diákoknak, az bűncselekmény. Ha az, hogy egy szexuálisan fölvilágosítással megbízott tanár beszél erről, mindenről, ami a szexuális felvilágosítás témájába beletartozik, ha ez bűncselekmény, akkor Isten óvja a magyar tanárokat. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mivel az ügyész letöltendő börtönbüntetésért, míg a vádlott és a védője bűncselekmény hiányában felmentésért fellebbezett. Soha nem értékelek ítéletet, különösen nem jogerős ítéletet. Nem fogadom el, az egyértelmű, hiszen ezért fellebbeztem. Álláspontom szerint az a magatartás, ami az eljárás során bebizonyosodott, amit egyébként már majdnem az elején tudtunk, nem bűncselekmény. Az ügy a kecskeméti törvényszéken folytatódik tovább másodfokon.